Nasıl olsak az egy újabb Wild Rift videó, nem álltok beszélni se. Ezek után, amik mostanában történtek, nem is csodálom. Mindegy, ebben a videóban egy olyan meccset fogok bemutatni, ami igazából egy olyan championnel, aki a legjobb szoló lénes. És ezzel a championnel a Darkbreaker az egyik legjobb a világon. Hát ha valaki nézi ilyen videósokat, akkor valószínűleg levágjátok, hogy ki az. Mindjárt meg is nézzük. Igen, itt kell nézni. Jó, fasza. Nem vagyunk hülyék. Hoppá. Milyen típusba tartozik ez? Várjál, mert itt nem úgy van, hogy Na, itt van. És hol van Darkbreaker? Itt is van, 7. Amúgy ilyen 4. helyen volt. Vagy nem tudom, kb. Ilyen top 5-ben benne volt, az tuti. Ebbe a seasonbe lett meg neki a Challenger, hát innen is gratulálok neki, igaz, hogy sose fogja látni ezt a videót, de nem baj. Na mindegy, a lényeg, hogy Scamil, ugye, miért ő az egyik legjobb szoló lénes, meg az egyik, hát legjobb champion a játékban, leghasznosabb, mondjuk ezt ugyanis. Az ultiával be tud zárni egy embert, és onnan nem lehet kijönni, tehát a nagyon ilyen nem tapasztalt playerek azt csinálják, hogy egyből flash-elnek, meg ilyenek, de hát csak elpazarolják a flash-t, mert nem lehet belőle kijutni. Régen még én is beleestem ebbe a hibába. Talán, hogyha nagyon gyors vagy, amikor elkezdődik az animáció, és egyből flash-elsz, de tényleg az olyan jó reakció kell, hogy lehetetlen, ott kell lenned az ujjadnak, és egyből kell flash-elni, akkor talán, de még lehet akkor se sikerülne. Szóval nem lehet belőle kiflashelni, nem lehet kijutni. Max volt velem olyan, hogy ráultiztam egy Graves-re, és a kiultizott, és kilökte magát. Talán ilyen secret, ilyen ulti animáció, vagy nem tudom, ilyenekkel talán ki lehet belőle jutni, na mindegy. Ez az egyik része, hogy miért hasznos, ugyanis ha kap egy genket, simán tud kezdeményezni, ugye? Vagy elkezdődik a fight, bezár egy ADC-t valami. Én is ezt csináltam, de mindegy, majd meglátjátok a meccset. Második az az, hogy kap shieldet. Amikor lent az a narancsárga csík feltöltődik, akkor kap shieldet, és ezzel be lehet beítelni az enemit, amire szintén lesz majd példa a videóba. Na mindegy, akkor nézzük meg azt a meccset. Na mostanában iszonyat szar meccseket megyek, valamikor már nézzé, ezt csinálom, eladom az itemeket, geci azt, mit tudom én azt. Előjére megyek, bazd meg, midra azt megdöglök, mert felesleges, de tényleg, na azt képzeljétek el, hogy mit tudom én, hogy nézzétek meg ezt a meccset, figyeljétek. Végén már én kiafkoltam, kifideltem az enemit, geci, és mégis ellettem az SVP. Mert a meccs közben rájövök, bazd meg, hogy mi értelme van ennek a meccsnek, ennek semmi értelme, nézzétek meg, bazd meg. 0-10 fiúra, bazd meg. Beszarás, hogy mik vannak. Itt is a pali, nem fogják elhinni. Ez a pali, nem is tudom, szerintem most hallott először arról a championról, hogy mi ez már? Krindamir. Beultizott a teamfightba, geci. Grandmaster a sapali, és nem tudja, hogy mit tud Krindamirnek az ultia. Vágod? Nem tudja a pali. Hallod? Úgy ment be, de nézzétek meg, mik ezek a meccsek, geci. Minek játszik egy olyan championt a pali, hogy azt se tudja, hogy mik a mechanikája. Hát beszadás, 82 meccs, asztra. Ezzel nem tudom nem elröhögni magamot. 34%-os win rate, bazd meg. 82 meccset ment a pali, de nem jött rá ez idő alatt, hogy Trindamérnek az ultia, hogy 5 másodpercig, vagy nem tudom mennyi másodpercig halhatatlan lesz. És a pali beultizik a teamfightba, vágott full HP-val, és benyomja az ultit. Most nem fogom megmutatni meccsbe, de higgyétek el. És a pali grandmesteres, meg 82 meccset ment a championnel, és nem jött rá. Vagy csak trollkodott? Nem tudom, de akkor meg minek trollkodott volna, bazd meg, hát mindegy. Na mindegy, nézzük meg ezt a meccset, ez volt a meccset, én voltam az SVP, full minden. Nézzük meg a damage-t. Egy szoló lénesnek lett a legtöbb damage-e. Hát általában ez nem így szokott lenni.
Midas 33%-ba vett részt a meccsben. A Midas, vágod, a Midas, komoly, ne figyeljétek, nem ez a legviccesebb, hogy damage, 6000 damage az ADC-nek, és figyeljétek a palit. 1100 plusz meccses ADC Caitlyn. És a pali nem tudott mást csinálni a meccs alatt, csak előjön a meccs szolóba és megdöglik. És szétfidelt az enemit, és... De azért figyú, azért 1100 meccses ADC, ez kemény. Hmm. 44%-os winré, ez elég fos. Nem rosszból, mert én is azt hiszem 37%-ról vittem fel a Katarinát 50%-ra, de legalább azon megtanultam játszani, bazd meg, de valaki játszik egy champion-t, több száz meccset megy vele, és a pali olyanokat csinál, geci, hogy jött a Drake, kezdjük el nézni a meccset közben. Jött a második Drake, a pali mit csinált? Előre ment midre pusholni, geci, nem érted? Egy gyakalival, bazd meg. Mik ezek a meccsek, bazd meg? Már... Hagyjuk is. Kettő meccs kellett volna a Masterhez, bazd meg, de az ilyen nyomorék emberek miatt bukom le az egész izémet. Mindegy, nem is panaszkodok, mert ha akkora kemény lennék, akkor már simán felmentem volna. Katarinával, vagy valami. Hát annyira nem vagyok expert player, crazy player, hogy izé. Challenger, Katarina, meg ilyenek. Na mindegy, hát nézzük meg. Amúgy lehetett volna jobb runát is hozni, nem ezt a izét, Kraken Slayer-t, mi a faszt. Ez a tankok ellen jó, itt meg full ilyen love HP és csempek voltak, egy Conqueror jobb lett volna. Vagy egy Grasp. Most azzal szokták játszani, ha jól tudom. Ez ilyen Challenger metában most az a legjobb runa szaló lénere. Geci, faszom légy, így zümmög, bazd meg a videóba. Figyétek, és most lesz majd az, hogy visszajön. Látom, hogy jön a dzsungeles, és akkor azt a kombót figyétek majd. Második képesség, és ugye az a ollóval, vagy lábaival. Ugye csinál egy ilyen hasító mozdulatot, mint amikor összehúzod az ollót, és akkor előre flasheltem, és akkor ott lesz a shieldem, a passzív shieldem, és akkor figyeljétek. Puff! Figyeljétek, kapom a shieldet, és nem halok meg, és elhozom a first bloodot. Ezért láthatjátok, nem egy kis szar shieldről van szó. Szóval innentől már igazából a szana széjjel raktam a palit 1v1-be. De ugye azért nem ér sokat a egyéni teljesítmény, mert hogyha ilyen szar a csapat, akkor semmire se fogsz vele menni. Egyébként a dzsungelesünk az jó volt, de mindenki egy fosadék volt. Így a tetején ilyen selejteket kap ki az ember. Amikor látom, hogy felmegy a passzív shield-en, figyeljétek, igen, fellökés kombó, hogyha úgy csinálod a harmadik képességet, hogy belekapaszkodsz a falba, és utána az enemire húzod át magad, akkor fellököd és így stunnolod. Hát nem is kerül megölni, de szerintem, hogyha nem ez a rúna lett volna, akkor szerintem meg tudom ölni. Ugye, amint felmegy majd a shield, de azt hiszem rá fogok menni, meg hát igazából itt volt még a Honai Fruit is, szóval. Hát rámultizott a pali, de sokat nem ért vele, ugyanis még a shieldet is kaptam. Eközben itt mi folyik, az ADC ma megdöglött, meg a support is, hát az Akali is megdöglött. Kemények. És a pali Rabadonnal kezd. Ez komoly. Kis tekerés. Szóval, ja. Igazából a Camille-el játszotok, hogy nem, ha Camille van szoló lénen, akkor és a dzsungelesek vagytok, akkor mindig gankeljétek, hogyha van ultia, mert akkor az free kill. Mondjuk ha jó a dzsungeles, akkor bepingelem, hogy van ulti, megjelzek, és akkor olyankor jön. De amúgy meg, hogy itt is kikapsz egy ilyen selejt dzsungelest, akkor basszhatod. Mert tényleg, ha gankel a dzsungeles, akkor az free kill, szó szerint.
Itt is, amint láttátok, ugye Raoult ezt a minden jött a dzsungeles, hát szerencsére meg tudta ölni. Szóval, ja. Itt ugye nem mentem át, de az én szolólénesem se. De nézzük meg, hogy mi történt. Nézzük meg ezt az ADC-t, tényleg, hogy mit tud egy 1000 plusz meccses ADC az első Dragon Fight-nál. Wow. Kimegy a lén közepére, úgyhogy egy Pike van. Biztató. És akkor meghalt mindenki, és ennyi volt a Drake. Érdekes moment volt. Na aztán ugye jött a Drake, 3 killen van, akkor lehet, hogy még leszólóztam a izét. Beúztam egy double killt. A dzsungeles az 0 HP-val rámegy a Heraldra, faszáz is. Pedig direkt ott voltam, tankoltam meg minden. Aztán a kapásból ráultiztem a palira, itt azért volt már damage-em. Eléggé brutálisan. Megint, amint majd felmegy a shield, azt hiszem beólineztem a palit megint. Jól nem emlékszek, ugye nem hazamentem, igen. Hazamentem és megvettem, elkezdtem a Dead Dance-et. Nagyon jó item. Best item amúgy. Itt meg a Kha'Zix-ez. Ez a pali amúgy free kill volt. Nagyon nagy szerencsés volt, hogy lekerizték neki a meccset, mert eléggé egy... És akkor figyeljétek, itt is egyébként a falhorgos kombó, nevezzük el így, tudjátok, hogy falhorog, tudjátok, hogy horogba ütöm a palit oldalasba, és akkor falhorog. Ez a kombó neve, kitaláltam a kombó nevét, figyeljétek. Puff, felütöm. Hát nem akkora durva stun egyébként, de azért, na, van benne izé. Van benne rendesen fellökés, meg ilyenek. Hát a nagy izé 1000 plusz meccses ADC-nk elvesztették a lént. Két lénnel nem tudom, hogy lehet ennyire szarrán veretni magadat, hogy 1-4-be legyél. Ez pont olyan ADC, amit nehezen lehet elkapni. Hát persze, hogyha kimész a lén közepére, meggondolatlanul, meg minden, akkor nyilván azért nem olyan nehéz elveszteni a dolgokat. Nézzük benetekerek, hogy de egyébként olyat rájuk damage-eltem, hogy fél HP-ztem őket, azt most már nem fogom lelassítani. És figyeljétek, ott megöltem az Edet, mert ráultiztem, kevés HP-n volt, és akkor olyan menekülést toltam volna, de utánam flash-eltek, utána nem tudom, mit csináltak. Persze a midesünk, meg a dzsungelesünk az teljesen máshol volt, teljesen más világba élték itt az életüket, vagy én nem tudom. Tényleg nem tudom, hogy itt... És akkor jött a Drake, jött a második Drake, és akkor figyeljük majd azt a csapat felállást, ami kialakult itt. Figyeljétek, az Akalit, de mi átszódhatott le a fejébe neki, hogy ő előre megy miden splitelni. Na figyeljétek, ja igen, itt ráultiztem az ADC-re, amikor ő elkezdett ultizni. Le is vittem a HP-át, de Tim az sehol. Ha itt lett volna egy Akali, egy jó Akali, simán reagált volna az engage-re, és megölt volna az ADC-t, a 0 HP-s enemiket. És nézzétek meg a palibliac, nézzétek meg. Úristen, bazdmeg. Tehát hogy lehet valaki ennyire autista, geci, bazdmeg? Az van beprogramozva az agyába, hogy turettolás, de közben egy midplayer, bazdmeg, kajak, akkor miért nem megy játszani Nasus-t? Na mindegy, hát ez lett volna ez a videó. Megint egy kis panaszkodás a matchmakingre, a nyomorék playerekre. És tudom, hogy ennek nincsen sok értelme, mert ha olyan kemény lennék, akkor már felmentem volna meg minden.
Tehát így elég nehéz. Egyébként már ma így mentem jó meccseket. Igazából itt is jó voltam Katarinával, nem arról van szó, csak szar a csapat, minden. Itt is amúgy, nézzétek meg. Tök normális meccs. Erre behoznak egy Rengar Midet, meg egy Nasus-ba, meg 3-12-be vágja magát, és annyit csinál a gyerek az egész meccs alatt, hogy megy előre, meccs szolóba, megy előre, és meghal. Ez a nagy Nasus mechanik, ez a nagy split pusholás. Szóval mit kezdjek az ilyen meccsekkel amúgy, hogy nem tudom, hogy erre mi lenne a megoldás. Hát igen, tudom, hogy mi lenne a megoldás, hogyha olyan brutális player lennék, akkor Katarinával minden meccset meg tudnék nyerni 1v9-be, mert a legjobb katarinások simán megnyernek egy meccset, még ha egyedül is kell nekik, de hát most mit csináljak, bazmeg, hogy nem vagyok olyan jó player, bazmeg, hogy 1v9-ezzek. Pedig az lenne a normális, hogy egy 5v-t, nem 1v9. Igen, meg lehetne oldani, igen, bazmeg, de nem erről szól a játék is. Szerintem jogosan vagyok felháborodva ilyenkor, hogy én csapatjátékot akarok. Ez a játék a csapatjátékról szól. De az ilyen nyomorékok miatt nem csapatjáték van, hanem 1v9. És akkor azzal mit kezdjen az ember? Egy normális player, bazd meg. Aki csak normálisan akar játszani. Meg nem is olyan szar. Az én egyik championnel se vagyok szar. Amikkel játszok, azokkal nyilván nem. De bazdmeg, ha már játszanék egy olyan championnel, amivel életemben nem játszottam, akkor se lennék vele olyan szar, mert tudnám a mechanikáit. Szóval... tudom egy championről, hogy mit tud, akkor például... nem tudom, hogy nem tankos, akkor nem fogok előre menni 5 ember közé. Hanem tudom, hogy mit tudom én tud stunnolni, meg mit tudom én... ilyenek. És akkor leszkannolom az elemit, meg minden. Az ilyen alapkombókat azért minden championnel lehet tudni. Jó, ennyi lett volna ez a szar videó, köszönöm, hogy megnéztétek, szavaztok!